Sziasztok, Szandra vagyok, és elhoztam a legújabb gameplayemet, ami egy kicsit különleges lesz, hiszen ezt a gameplayt ti fogjátok irányítani, vagyis a karakteremet úgymond, mivel egy vagy két hete raktam ki ilyen kérdéseket Instára, hogy mégis mit csináljak a játékban, és ti döntettétek el, hogy mit csináljak, szóval ezt fogjuk ma megcsinálni. Az első kérdésem az volt, hogy edzem-e Firefly-t, vagy ne, és legyek lusta. És sajnos arra mentetek, hogy kéne edzeni ezt a lovat. Szóval mit tehetnék? Edzünk egy picit. Hajrá! Az lesz, hogy 8-as szintre felviszem. Már tényleg lusta vagyok, de... De azért eleget teszek a kívánságnak is. Na és most végre megtudom, hogy milyen érmeket lehet itt. Arany! Ja, hogy még nincsenek personál bestjeim. Kaptam egy aranyérmet, de jó. És azt hol tudom átvenni, vagy ezt így megkapom? Vagy azzal most mit tudok csinálni? Ó, értem. Szóval ezt nem kapom meg. Vagy ha igen, akkor egyszer írjátok meg, hogy hol lehet megkapni. Na, szerintem még emlék Márdira. És akkor be fog teljesülni az, hogy 8-as lesz Firefly, és legközelebb majd, ha csinálok live-ot, akkor fogunk edzeni, de hát akkor már lehet, hogy az új lovamat, fogjuk edzeni, nem ezt, de ezt a lovat is fel kéne vinni 15-re. Nehéz az élet az SSO-ban sajnos. Na gyere Marley, rég láttalak haverom, nyomassuk a versenyt. Nem már, az arany 45-től van. Újúj. Újújúj. Hát ez így nem jó. Na. 18. Ja, 8-as lett. Ó, nem is kell. Nem is kell tovább. Jaj, milyen kis lelkes lettem pedig. 8-as. Már csak 7 szint. És akkor a következő állomásunk pláza lesz, ahol eldönthettétek, vagy még nem is az. Meg kell néznem. Vagy lehet, hogy most kell még barátkoznom. Igen, mert olyan kérdés is volt, hogy barátkozzak. Igen, szóval először barátkoznom kéne. Jó, hát a legjobb barátkozási hely az Steve karámja. Szóval elmegyünk és barátkozunk egyet. Na, ide beállunk középre, így nyí. Hello-ka. És reméljük, hogy valaki visszaír. Leszel a barátom. Igen, barátom. Igen. Elvezetem a lovamat innen. Csá, 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 csá. Kell sírni, hol kell sírni? Sírok, nagyon sírok. Én megpróbáltam. Én megpróbáltam. Hát akkor ez nem jött, menjünk plázába. Na pápá, Jézusom, megöleltek. Oké, plázába. Kaptam postát, valaki szeret, Uramisten. Majd meg kell néznem.
De plázában van posta? Na mindegy, kiderül. Ha nem, akkor majd videó után nézem meg. Vagy videóban? Nem, ezt ti irányítotok, szóval postát nem írtam a kérdések közé, ezért nem nézünk postát. Ne! Aj, most várnom kell. Na jó, közben addig akkor elmondom, hogy mi volt a kérdés, amit a plázában meg kellett vitatnotok, hogy először egyek-e a karakterrel, vagy először vásároljak, és a vásárlás kapott több szavazatot, azt hiszem. De amúgy tök jó, hogy lefotóztam, hogy kifotóztam a válaszokat, és valamilyen kitörlődött a telefonomból. Szóval annyira jó, de én úgy emlékszem, hogy úgy volt. Igen. És utána még van három kérdés, amire válaszolnatok kellett, szóval azok még izgibbek lesznek, mint eddig. De hát akkor barátkozzunk, ha már... Hello! Ha már nem sikerült az előző. Szia! Szia! Nem menj el a szilajjal! Hello! 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 Hello, hello! 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 Hello, 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 hello! Hello, hello, hello! Oké. Okay. No, de még vissza se integet! Integes már! Jó, akkor neked integetek. Léci, barátkozzatok már! Hello! Az én karakterem miért ilyen mutáns? Itt is... Na, köszönöm szépen! Ezért megölellek. Köszönöm szépen a kedvességet. Akkor már indulhatunk kis plázába. Na, el is érkeztünk, és akkor vásárolunk valamit. Mi az a purple pony ott fönn? Most vagyok odáig felmenni. Na, viszont már nagyon-nagyon régen nem voltam itt a plázában, és remélem, hogy vannak jó cuccok. Ibériai stílusú Jackie. 129? De jó Isten! Itt hagyom a fél vagyonomat. Én még ilyeneket se láttam. Ú, de menő. Mondjuk a punk rocker. Sárga őszi póló. Ez nem is olyan rossz. Jó szoknyát nem veszünk. Fúj, mi ez? Jézusom. Jó, ilyet akartam venni magamnak. Na, akkor ezeket már... Igen, igen, ezeket már láttam. Uff, ezek jók, ezek jók. Hát akkor annyira nem vitték túlzásba most az új dolgokat, amit látom. De szeretnék. Vagy a lónak vegyek inkább. De most az embernek elég sok cucca van, vagy hát a karakteremnek. Szóval inkább menjünk át a lovakhoz, és nézzük meg ott mi van. Oké, okay. Jó, rendben. Nézzük meg itt, mi van. És akkor bevásárolok. Jó, nem igazából, nem akarom annyira költeni a pénzemet, de körül szerettem volna nézni, és ha bármi megtetszik, akkor megvenni. Ibériai. Ez nem olyan rossz. Valami nyeregalit szeretnék, de ezeket is már láttam. Nem már. Nem már, hogy nem raktak be, amióta nem játszom. Ezt meg kéne venni. Már mondjuk csomó sötét kék dolgom van. Na nézzük a nyeregalátéteket inkább így. Nyeregalátétet kéne vennem. Ezt mindig is meg akartam venni. Türkiz. Ez de jó. Ez is. Valami fullosat akarok. Fullosat. Nyom. Mondjuk SC-t annyira nem akarok. Nincs olyan, amit meg tudok venni. Jorvik shillingből.
És úgy fullos betán. Ó, de jó. Na ez. Ez fullos. Jó, megvesszük kék, nem baj. Vagy nem, ez nem fullos. Jó, megvesszük ezt. Ez az, meg volt a shopping spree. Most már clickbaitelhetek is. Ilyen sok mindent vettem, ilyen sok mindent. Na hát akkor együnk egy sütit mondjuk. De beülünk. És a karakterrel egy jót eszünk. Nem, ahogy itt nincsen süti. Ja, de van, ó, van epres sütemény, jó, ezt fogunk. És egy fekete kávét mondjuk. Miért ne? Adjuk meg az alkalmat. Miért nincsen nyaka a karakternek még mindig? Na hát akkor jó étvágyat nektek is, jó étvágyat a karakteremnek. Jó étvágyat! Uff, sok látszik. Na jó, ez nagyon unalmas volt. A maradékot megehetitek, ha szeretnétek, itt dolgozók. Úgyis kifizettem mindent. És akkor jöjjön a szerintem legizgalmasabb rész, méghozzá a lóvétel. Feltettem egy olyan kérdést nektek, hogy Connemarát vagyok, vagy Lusitánt. És amúgy meglepődtem, mert nagyon sokan a Lusitánra szavaztak, és ezáltal ő nyert. És a név ügyben is ti szavazhattatok kettő közül, méghozzá a Water Girl és Fire Boy között. Na viszont erre már nem emlékszem, hogy melyik. Mert ezt tudom, hogy ilyen nagyon közel voltak egymáshoz, és mivel ugye elveszett az a kifotózásom, ami tartalmazza azt, hogy melyik győzött, ezért most nem tudom. Ezért most választani fogok én, viszont nem tudom, hogy hol van az. Tudom, hogy vannak Steven Lusitánok, de most a database-ben meg kell néznem, hogy hol van még, mert minden szint meg szeretnék nézni, és a közül választani, de eddig azt hiszem, van egy kiválasztott, Steven, elvileg. Na, szóval eddig ő a kiválasztottam. Igen, tudom, rengeteg embernek ez van meg, vagy nem tudom, nem biztos, de ilyen színű lovam még nincsen. Hogy hát ilyen különleges ez. Na, a fekete az azért nem kéne, mert a Hannoverim, meg nézzétek rá, a friss sportlovam is fekete. Ez a palombinó meg annyira nem tetszik. Ez olyan öreges ez a ló, vagy nem tudom. Szóval, vagy ez, vagy láttam még egy szürkét, de szerintem inkább ő lesz. Rájöttem, hogy még borászatban van kettő, vagy három, szerintem kettő, meg egy Fort Pintában, de azt nem is fogom megnézni, mert az már képen se tetszik. Szóval megnézzük borászatba őket, aztán eldöntjük, hogy melyiket vegyem meg, ez olyan izgi, Istenem, olyan régen vettem már új lovat, és végre összegyűlt csomó pénzem, szóval lehet, hogy még nyáron lesz egy olyan, hogy uff. Na, visszatértem, mióta van itt, már lehet, hogy az egyik videóban is rácsodálkoztam, hogy ez micsoda, de most is. Na, szóval egyet ott láttam, és... Ja, igen, ott a másik is jó. Hát, sima szürkét szerintem nem fogok belőle venni, mert elég szürke lovam is van. De viszont ezt a sötét pejt most megnézzük. Hogy milyen. Igazából ez is cuki, meg tetszik a jegye, de az a másik, nem tudom milyen színű, mert sose voltam jó lószínekben, se lójegyekben, de nekem az kell. És hát most rá nem tudom, hogy melyik illik jobban, a Water Girl vagy a Fire Boy. Aj, melyik legyen, Uramisten. De rossz, hogy elvesztettem azt a képet, ami rajta volt, de hát... Biztosan ezt akarom? Igen, biztosan, na, biztosan. Jézusom, ilyen drága! Uramisten! Na, akkor döntsük úgy el, hogy... Akkor szerintem Fireboy lesz, mert most akartam mondani, hogy amelyik közelebb van az ABC-hez, és a C közelebb van az F-hez, mint a V-hez. Legalábbis. Ja. Nem tudom, hogy visszafelé
Hányat kéne szám... Na most összeszámolom. Egy betű, két betű, hát az a harmadik betű. Ó, akkor mégiscsak a Water Girl lesz, mert C. Fuck. De ne! A Fireboy meg a Water Girl is három betűre van! Nem hiszem el! Aj. Jó, legyen Water Girl, legyen csaj. Legyen csaj. Majd akkor a Fireboy meg valami fekete lesz, vagy nem tudom. Hol a G betű? Oké. Na szia, Water Girl! Új. És akkor az utolsó kérdésem pedig az volt, hogy vegyek-e föl küldetést videóra, vagy pedig live-ba csináljam, és arra szavaztatok, hogy vegyek föl, és szerintem az a videó lesz, hogy felveszem a nyár közepet, és ja, azt majd úgy is láthatjátok később, és mint, ott van, és mint sokan észrevehettétek, vagy ha nem is néztétek, de most akkor elmondom, hogy a csatornámat két játékra összpontosítom mostanában, a Minecraftra és a Star Stable-re, és kijelöltem napokat, hogy melyik nap melyik megy föl, és a szerda az az SSO-é, a szombat pedig a Minecraft-é, szóval ja, és ha még szeretnétek valamilyen más játékot játszani, látni, akkor azt írjátok le nekem kommentbe, és még eldöntöm, hogy vegyek-e föl olyat, vagy ne, vagy megvegyem azt a játékot, vagy ne. És itt vagyok a Lusitánnal. De nagy, Istenem. Nézzük meg a sörényeket, mert azt a Pólinnál nem néztem meg. És most meg szeretném nézni. Na, hello guys! Tényleg, most jut eszembe a maszkról, hogy valaki kérte, de ilyen Lusitán, vagy ez az appos Lusitán? Mert nem volt kiírva a database-re, hogy van ilyen. Jó, mindegy, jó nekem ez. Na szóval, mit akartam? Ja, szóval írta valaki a régebbi videómhoz, egy ilyen Halloween-i videóhoz, hogy ő szeretne maszkos videót látni, szóval ez is hamarosan felvételre kerül, mivel iszonyat sok maszkom van, és ja, miért ne csinálok egy ilyen collection-t? Na jó, ezek nagyon bénák. Ez amúgy, no nem, a bogyózott nem annyira rossz szerintem. Legalábbis nekem tetszik. De inkább meghagyom az eredetibe, már mégiscsak úgy az igazi, úgy tervezték meg. És hát akkor van új lovam. Jézusom, hello! Van Lusitánom, hello mindenkinek! Nekem van ilyen Lusitánom! Oké, és hát akkor ennyi is lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és a következő gameplayben találkozunk, addig is. Sziasztok!